Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 9-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei, erre megadja a választ itt ez a kártya. Semmi, nincs terve, minden úgy a feje tetejére állt. És ő azt hiszi, hogy elveszíti a biztonságot, ezt az alapot, ahol ő állni tudna. De másképp kellene látni a dolgokat, megfordítani ezt a kártyát, akkor az úgy jobbnak látszik, mert látható ez a könnyűség. Valamit meg kell, hogy nézzen, mégpedig egy más irányból, és akkor meg lesz nála ez a biztonság érzete. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható az egész világ. Az lehet nála, hogy ő sokat elgondolkozik ezen a koronavíruson, mert ez az egész világot érinti, és félelmei vannak, úgy gondolja, minden a feje tetejére állt, és nincs meg nála a biztonság érzete. Ez is lehetséges, valami nyomasztja őt. De mivel itt az egész világ látható, az jelenthet egy utazást is, külföldi kapcsolatokat. Azon kívül itt a kártyán látható a négy elem szimbóluma, a tűz eleme, a levegő eleme, a föld eleme és a víz eleme. Ez mutatja a négy irányt, észak, dél, nyugat, kelet, de jelenti a négy évszakot is, tavaszt, nyarat, őszt és telet, és az pontosan egy év. És az azt jelenteni, hogy neki van egy elképzelése. Ez a kép itt a középpontban, és ti álltok itt a középpontban, tervez valamit, és ő úgy érzi, körülbelül kell egy év, mire ez megvalósulhat. Ezt is jelentheti ez a kártya. És mit közöl veletek? Itt ezen a képen van a kettes szám, ti és ő. De van itt egy harmadik személy, és figyeli az eseményeket. Valaki figyel benneteket. És a napi kártya a csokis kártyacsomagból élet örömöt jelent. Tehát lesz valami, ami számotokra örömet okoz. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videófelvétel álnéven,
vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. Ti választhattok, tegyétek fel a kérdést, és én tudok valamit ajánlani számotokra. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!